Én már láttam ezt a kiállítást, ezt meg is nyitottam, és nagyon érdekes, hogy néztem végig őket, egy csomóra vissza is emlékeztem. Nem csak azért, hogy én Los Angelesben éltem a fele életemet, és ezeket a helyeket én mind bejártam, és olyan jó volt nézni ezeket a képeket, mert gyönyörűen meg vannak csinálva. Megígérem, nem leszek hosszú megnyitóval, mert egyszer ezt mondtam, gyerekek, nagyon rövid leszek, én nem vagyok olyan idióta, hogy 4 gépelt oldalt olvassak el neked unalmasan. És akkor lenéztem magam mellé, ott állt egy pasi 4 gépelt oldallal. Én azóta is szégyellem, és mindig elmondom. De megmondom őszintén, valószínűleg nem arra vagytok kíváncsiak, hogy én itt beszélgessek, hanem nézzétek meg a képeket. Ezek a képek nem csak szépek, hanem a művészet szabályainak mind megfelelnek. A művészetnek is vannak szabályai. Aki nem tudja ezt esetleg, én most el tudom nektek mondani, ez nagyon tanulságos. A művészet semmi más, mint matematika. A matematikát mi nem látjuk. De a matematikának a vizuális része a geometria. Na most, ami művészet, az mind geometrikus. Beszélhetünk a zenéről, a táncról, az építészetről, fényképészetről, festészetről, abban nincs geometria, szerintem az nem művészi. Ez olyan dolog például, vannak, akik lefényképeznek egy egyenes vonalat a kép közepére. Hát abban semmi geometria, semmi forma nincs. A forma nagyon fontos, mert a formát én sose értettem meg, az apám mindig formáról beszélt. És ez tulajdonképpen nem is formáról beszélt, hanem geometriáról. Később, mikor fölnőttem, megtanultam, hogy a geometria a legfontosabb. Én beszéltem Attilával, hogy az ő szakmája nagyon nehéz, mert egy portréban le lehet vágni a fület, minden, de ő lát-e az aranymetszésben egy gyönyörű részt arra, nem tudja belevenni, hogy a szabálynak eleget tegyen. Mert nekem az a véleményem, ha valaki például rosszul komponál, rosszul csinálja meg ezt a geometriát, ez olyan dolog, mert a tánc is geometria, hogy felugrik a táncosnő, a lába, a keze, a mindennek geometriai formájának kell lenni. És még látok egy olyan képet, amelyik nincs geometria, mindig azt szoktam mondani, ez a kép úgy néz ki, mintha én lépnék fel az operába. Gyerekek, én szeretném befejezni ezt a dolgot, nagyon örültem, hogy engem meghívtak, és látok képeket is, amit még nem láttam, és vannak képek, akire még az első kiállítás megnyitomról is emlékszem, olyan jók voltak. Gyerekek, nézzétek meg, és élvezzétek, hogy ez milyen jó. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm a felkérést és a lehetőséget, hogy egy pár mondat erejéig itt elrabolhatom az időtöket. Én nagyon örülök, hogy ez a kiállítás itt is létrejött. Elsőként a Természettudományi Múzeumnak a kupola termében állították ki a képeket. Ott 2-szer annyi kép volt kiállítva, és sokkal nagyobb képek is vannak, amit ide nem tudtunk lehozni, mert voltak ilyen 3,5 méteres, 1,5 méteres képek. Sajnos az lehetetlenség volt autóval lehozni, teherautóhoz meg. Nem volt meg a bizsgé, hogy azzal lehozzuk, meg kiállítani is nehéz lett volna ilyen nagy képeket 2-szer ennyiben. Így a kiállításnak most az egyik felét azt itt lehet megtekinteni. A nagyobb képek, azok meg jelenleg a budapesti fővárosi állatkertben tekinthetők meg, és ott szintén volt a képes másik feléből egy megnyitó. De megpróbáltuk a képeket úgy elosztani, hogy a minden nemzeti parkból jusson ide is, oda is kép, ami hasonló, hogy aki idejön Esztergomba, az is egy komplett képet kapjon az amerikai nemzeti parkokból, és aki az állatkertbe megy, és ott nézi meg, annak se legyen hiányérzete. Nekem nagyon tetszik ez a kiállító terület, nagyon tetszik, hogy ilyen spotlámpákkal meg van világítva a kép, és látom, hogy ez nagyon jól meg van tervezve, ennek nagyon örülök, mert legtöbb múzeumban erre nincsen lehetőség, mert ezek a képek akkor élnek, amikor így egy kicsit félhomály van, és ilyen spotlámpában meg vannak világítva. Tehát, hogyha még lekapcsoljuk szerintem a fönti lámpa, csak a spotlámpák maradnak, akkor még jobban élnének a képek.
Ennek nagyon örülök, ennek a lehetőségnek. Örülök, hogy a kiállítást Martin tudta megnyitni, akinek régen itt volt kiállítása, és amikor Amerikából hazajött Magyarországra, akkor úgy tudom, hogy itt volt az első kiállítása, a neve pedig ott látható a falon, amit aláírt, mert a kiállítók mindig aláírták a falon. Itt van függőleges, hogy Martin egy picit a M betű egy kicsit el van maszatolva, de majd a Martin is majd megnézi, hogy annak idején itt aláírta ezt a falat. Nekem nagy élmény volt az Amerikai Nemzeti Parkokat fotózni. Én eredetileg Mari László kért fel, hogy menjek Amerikába. Ő a ELTE geológia tanszékvezetője volt, és írt egy könyvet, és én készítettem hozzá a fotókat és az illusztrációkat. Sokáig nem is akartam Amerikába elmenni, mert nekem mindig Amerikáról egy ilyen iparosodott ország jut eszembe, és Amerikát mindig politikailag keverik bele a dolgokba. Tehát senkinek nem a természeti csodák jutnak Magyarországon legalábbis eszébe. Így nekem sem ez volt az első, és hogyha azt mondanám, hogy természetfotó, akkor mit tudom én, előbb gondolnék Afrikára vagy Dél-Amerikára, mint Észak-Amerikára. Annak ellenére, hogy Észak-Amerikában a Yellowstone Nemzeti Park volt a világ első nemzeti parkja. Ezután a felkérés után viszont egy csodálatos világ tárult ki elém, amiről nem is gondoltam volna, hogy ilyen szép nemzeti parkok vannak Amerikában, és ezek után mindig jó szívvel megyek vissza fotózni. Ami elsőként megfogott a parkokban, egy a nagy tisztaság. Tehát nagyon vigyáznak a környezetvédelemre, a tisztaságra, annak ellenére, hogy tényleg egy iparosodott ország, ahogy bemegy az ember a nemzeti park területére, mint hogy egy teljesen más világba csöppenne bele, nem stresszelik az embert ott a rendőrök, nincsenek parkolódíjak, tehát ingyen lehet parkolni, akárhova menni, ameddig semmi kirívó nem történik, addig semmi probléma nincsen. Az emberek annyira vigyáznak a nemzeti parkokban, hogy az Árcsész Nemzeti Parkban, ami ott van, ott a, nem tudom, egy-kettő, a negyedik kép, az például ott készült az Árcsészben, ahol ilyen ívek vannak. Ott egy kisfiú lejtett egy ilyen kólás palackot a szakadékba, és az apukája, hogy nehogy ott maradjon a kólás palack, azért 200 métert lemászott a szakadékba, hogy felhozza, ami szerintem itt azért lehetetlen lenne. Tehát ennyit arról, hogy ott milyen tisztaság van. De ez ilyen viccaverza, tehát az embereket is megbecsülik, nem arra megy ki, hogy mindenkit megbüntessenek. Tehát hogy más az emberek viszonya egymáshoz. Illetve az állatok viszonya is más az emberekhez és az embereknek az állatokhoz való viszonya. Az állatos képek sajnos nincsenek itt, mert az speciál épp az állatkertbe kerültek, de több állatképet is készítettem, és ahhoz képest, hogy itt Magyarországon is foglalkozom nagy vadfotózással, madarak fotózásával, egészen megdöbbentett, hogy Amerikában mennyivel könnyebb ilyen állatportrékat készíteni. Tehát mondjuk egy szarvas lefotózni, itt úgy lehet, hogy felállt az ember egy leshátrat, azt a leshátrat egy-két napig ott hagyja, hogy az állatok szokják, hogy ott van valami olyan a környezetükben, ami nem szokványos, és nem látták még. Utána belül a leshátorba megpróbálja úgy elfoglalni a leshátorba a helyét, hogy a szél szemből fújjon, hogy nehogy az ember szagot megérezzék az állatok, nehogy elmenjenek, és akkor így talán sikerül sok-sok órai várakozás után egy-egy jó képet készíteni. Most Amerikában ez nem így volt. Először feltettem egy ilyen nagy teleobjektívet, még ennél nagyobbat, mint amit a Péternél van. Hát távol volt a szarvasár, mondom, mert megpróbálom távolról lefotózni. És utána egyre jobban mentem közelebb, és azt vettem észre, hogy egy széles látkörű objektívet kell föltenni, mert olyan közel vagyok hozzá, de és nem ment el. És utána oda mentem, és így beállítottam így a agancsánál fogva, és csináltam róla egy portrét. Tehát ez számomra teljesen megdöbbentő volt, hogy Amerikában így lehetett egy szarvas fotózni, nem állatkertben, hanem kinn az erdőben, a rengetegben és a nemzeti parkokban. De ez nem csak a szarvasra vonatkozott, készítettem rókáról képpel, sasról készítettem, tehát nagyon sok állatkép készült, és ezek után azt feltételezni, hogy egy fotós verseny, mi mennyivel hátrányosabb helyzetben vagyunk, mint akik ott élnek, és úgy mennek ki ott a nemzeti parkba, mint én kimegyek a Budai hegységbe, és hogyha úgy gondolom, hogy most csinálok akkor egy szarvasképet, akkor kimegyek és csinálok, itt meg hosszú hetes felkészülés, tárgyalás, lesátorállítás, minden kell hozzá, hogy az ember tudjon egy-egy képet készíteni. Tehát ehhez képest nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, és szívesen megyek oda bármikor vissza. Rengeteg szép nemzeti park van, mindegyik másról híres, nevezetes. Mindegyik képhez tartozik egy történet, és ezért most tényleg nem akarom az időtöket rabolni, mert itt a Yosemite Nemzeti Parktól kezdve, ahol medvék vannak, és
Nem lehet az élelmiszert az autóban hagyni, még a parkolóban sem, mert a medvék feltörik az autót. Itt ilyen medvebiztos, ilyen páncélszekrények vannak lerakva a parkolókba, és mindenkinek oda be kell rakni a mindenféle illatszer, parfümöt, tehát ami illóanyag, meg élelmiszer, hogy nehogy feltörjék az autót, mert lehet, hogy nem találják meg, de akkor is megrongálják az autót. Ha meg nem éreznek benne illatot, akkor nem mennek oda. Azok a páncélszekrények, azok meg úgy vannak megkonstruálva, hogy medvék nem tudják kinyitni, csak az emberek. De ott mindenki berakja, ott nincsen kulcs, semmi, de nem vész el. Nálunk ilyet például nem lehetne szerintem megcsinálni. De sok ilyen történet van, amit rengeteg ideig mesélhetnék. Én minden esetre örülök, hogy kint fotózhattam, örülök, hogy ezeket a képeket elhozhattam nektek, hanem is az egész kollekció, de a fele itt ki van állítva. Én annak örülök, hogy egy ilyen nívós kiállítóteremben lettek kirakva a képek tényleg, ahol úgy vannak megvilágítva, hogy én szeretném, mert már régi vágyom volt, hogy egy ilyen kiállítást csináljak, de a Természettudományi Múzeumban már nem egyszer volt kiállításom, Hélia galériában volt kiállítás, tehát sok helyen volt kiállításom, de ilyen profi módon, hogy így vannak megvilágítva a képek, szóval sehogy nem tudtam elérni, és ennek kimondottan örülök, ennek a lehetőségnek, és annak, hogy itt lehettem, és bemutathattam a képeket. Hogyha én itt leszek, hogyha valami kérdés van, akkor nyugodtan hozzám lehet fordulni, de akkor nem akarok ezzel mindenkit terhelni, és akkor szívesen segítek akárkinek, akármiben. Én köszönöm a lehetőséget. Emlékszem a képeire, mert a második kiállításra, amit megnéztem, úgyhogy további jó munkát. És tanítsd őket. Én is tanítom az embereket, mert az utánpótlás nagyon fontos. Szia, köszönöm szépen. Nem tudom, esetleg a Basic Peter barátom, lehet, hogy még mondani egy párszor, mert az előző kiállítást ő szervezte, és hogyha még lenne egy-két mondat, akkor szívesen meghallgatnám. Szóval Bézi Péter vagyok, a Fiatal Művészek Galériájának a kurátora. Ennek a galériájának a tagja Attila is, az a Hélia Hotelben van, és tényleg nagyon sok kiállítást csináltunk már együtt közösen az Attilával. Itt a Marti mesélte a négy oldalas megnyitós embert. Az amerikai követségről az egyik munkatárs, az nagykövet sajnos nem tudott eljönni, de ő így készült, hogy hozta a négy oldalát, és kicsit megijedtünk, de nagyon, nagyon érdekes dolgokat mondott, és hál' Istennek túléltük ezt a négy oldalas dolgot. Azt nem tudom, hogy az Attila, én úgy emlékszem, hogy nem említette, tehát ez egy négy éves munkának a gyümölcse, négyszer ment vissza, illetve nem négy teljes év, de négy látogatás volt, és 22 nemzeti park, tehát 22 nemzeti parkot járt végig. Itt nem is tudom, hogy van-e ilyen térkép kiállítva, elől van, tehát lehet látni, hogy azért ez egy nagyon nagy területet és nagyon nagy melót vett igénybe, hogy tényleg mindent bejárjon, és mindenhol megtalálja azokat a dolgokat, amik érdekesé teszik ezeket. Arról nem beszélt, hogy ugye itt tényleg csak egy-két panoráma kép van itt mögöttem is. Pont amikor ezt a képet nagyította, illetve printelte föl, és nézte az utómunkáit ennek a képnek, arról beszélgettünk, hogy egyszerűen nem lehetett teljes élességben, hogyha megnézik, a teteje egy kicsit be van mozdulva. Ez azért van, mert fél métert mozog a fa fölül, és látják alul az embert. Tehát ez egy tényleg egy óriás fenyő. A másik a munkákkal kapcsolatban, hogy egy-egy panoráma képnek az elkészítése, ez egy babrás meló, mert tényleg ez nem egy kép, hanem több, azt hiszem, 20 képből áll össze, Attila? 10-20 képből, tehát hogy ez több kockából van összerakva, és aztán utána otthon azért egy jó pár órás munkának a utómunka gyümölcse az, hogy tényleg egy-egy ilyen panorámakép megjelenhessen. Köszönjük szépen tényleg ezt a lehetőséget, hogy itt megtörtént ez a kiállítás, és nagyon jó az a világítás, ez az osztott szórt fénnyel. Szándékosan Pétert elhoztam, hogy Pesten is egy olyan galériát csinálok. Igen, sajnos nálunk egy szenvedés van. Próbálja megcsinálni, mert ez sok ötlet, ez... Hotelben egy pici spotokkal meg van világítva, de ez tényleg úgy van kitalálva, és kevés olyan galéria van Budapesten is, ami ilyen jó világítással rendelkezik. Remélem, hogy tetszenek a képek, és nyugodtan kérdezgessenek az Attilától, Szipál Martin
fotóktól, illetve hogyha szeretnének fotót készíteni velük, akkor azt jelezzék nekik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.